Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Két Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett Veres Amarilla. Másodikként zárta a bajnokságot a nyíregyházi kosársuli. 60x40 méteres műfüves futballpályát adtak át Kemecsén. Kikapott, de elődöntőt játszik a Nyíregyháza Tigers. Két fordulóval a zárás előtt bajnok lett a Nyíregyháza Spartacus. Az országos főtáblán fejezték be a szezont a serdülő kosarasok. Két ezüstérmet szerzett Veres Amarilla a torinói kerekesszékes vívó Európa-bajnokságon. Az NVSC versenyzője kard egyéniben és a párbajtő csapat tagjaként végzett a második helyen. Úgy gondolom, hogy soha nem előre várhatóak az eredmények, azokra nagyon keményen meg kell dolgozni. Szerencsétlenség volt, hogy az EB előtti héten volt ez a sérülés a Marillának, és az indulás előtti napon vették le a gipszet, de ezt át tudta hidalni. Nagyszerű versenyzői képességű versenyzőről van szó, és hatalmas harcos, hatalmas küzdő, és ezáltal megint be tudta bizonyítani, hogy a világ élvonalába tartozik. Ez az a plusz, amikor eldől az, hogy egy versenyző jó versenyző, vagy klasszis versenyző. A paralimpia előtt mekkora önbizalmat adhat ez a két érem számára? Az érem mindig önbizalmat ad, nyilván, hogy ez most a paralimpia előtt van, ez kiemelt jelentőségű. Tarjány István két egyéni számban és két egy csapatban is vívott, kihozta magából a maximumot? Úgy gondolom, hogy ki. Istvánt, hogy áttették B-be, megindult egy nagyon jó úton, ő két és fél éve vív egyáltalán, soha nem vívott azelőtt, és a kitartásával, hogy idáig eljutott, ez egy nagyszerű dolog. Én úgy gondolom, hogy a legközelebbi olimpián, Tokióban 100% hogy a csapat tagja lesz. Veres Amarilla viszont már ott lesz Rióban is. Mi a számára a program a 5-es játékok kezdetéig? Augusztus 1-jel kezdődik az olimpiai felkészülés, az egy 6-7-es felkészülés, amire már kész edzésterv van, és utána fogunk kiutazni. Két ezüstéremmel tértél haza Torinóból, mennyire vagy elégedett ezekkel az eredményekkel, annak tükrében, hogy a kezeden még most is ott érögzítő? Nekem az, hogy ezt a két ezüstéremet sikerült megszereznem, ez egy hatalmas nagy küzdésnek az eredménye. Ha csak az eredményt nézzük, az is nagyon jó, de hogyha azt nézem, hogy hogyan sikerült ezt megszereznem, akkor azt mondom, hogy ennél jobbat nem érhettem volna el ezen a versenyen. Teljesen a teljesítőképességemnek a határát veszegettem most ezen a versenyen. Hogyan erről egy kicsit bővebben, mi történt a kezeddel, és miért gondoltad mégis úgy, hogy indulsz az EB-n? Ez volt az utolsó verseny a paralimpiai kvalifikációs időszakban, ez a legutolsó verseny volt, és úgy gondoltam, hogy ha már idáig eljutottam, nem fogom feladni. Sérülés ide vagy oda, de mindenképpen megküzdök a helyemért a riói paralimpiára. Az indulás, a vasárnap éjszaka kellett indulnunk a versenyre, és előző szerdán edzésen sikerült ezt a sérülést megszereznem. Egy rosszul sikerült vágás hatására bedagadt, és elmentem az ambulanciára, be is gipszelték azonnal, aznap este begipszelték. És már következő hét, tehát egy hét múlva kellett volna levenni a gipszet, hogy megnézzük, hogy egyáltalán jó lett-e. De én már szombaton levettem ezt a gipszet, mert ugye vasárnap indulni kellett a versenyre. És utána az első versenynapon még nem tudtam magam ezen túltenni, olyan nagyon nagy fájdalmaim voltak, és az első versenynapom az rá is ment erre. A párbajtő regényi az nem úgy sikerült, ahogy általában szokott, de ez azért volt, mert még szokatlan volt ez a fájdalommal való versenyzés, és a verseny közben én rengeteget tanultam ezzel a három nap alatt. Szerintem sportolóként és emberként is rengeteget fejlődtem, hogy a második versenynapomra már sikerült teljes mértékben kizárni a fájdalmat, és ilyen mértékű hatalmasat küzdeni. Még nem csináltam soha, és szerintem senki nem csinált még ilyet. Mikor az EB előtt beszélgettünk, azt mondtad, hogy egy a célod Olaszországban élvezni szeretnéd a vívást, hát akkor ezek szerint annyira nem élvezted? A párbajtőlapon nem élveztem, ott nagyon arra koncentráltam, hogy ne fájjon a kezem, és mert a vívás az nem is sikerült úgy, az érdemi is lett olyan az eredmény, és utána úgy döntöttem, az edzőm Bákai Béla kérdezte is, hogy ne lépjünk vissza a karttól, nem lesz ezzel baj, és mondtam, hogy ha már itt vagyok, akkor oda teszem magam is, megküzdök, és amire ez elég lesz, arra elég lesz. És a kardnapon már megpróbáltam élvezni a vívást. A fejemben a fájdalmat betettem egy kis dobozba, lezártam, félretettem, és csak a vívásra koncentráltam, és az elődöntőben ez látszott is, az ellenfelem végigvezetett, és ugye 15-ig tartam, és 14-11-re vezetett ellenem, és a végén úgy döntöttem, hogy én nem adom fel. Én ezt itt, ha a vérnek kell folyni, akkor vér fog folyni, de én ezt itt, és most megnyerem, és sikerült is.
két érem a kitartás eredménye, viszont most már gondolom vágod a centit. Rio a célkeretben, mi a program addig? Addig most egy kis pihenő következik, ugye az Európa-bajnokság után egy kis levezetés pihenő, utána pedig két hét edzőtábor Tatán, vagy három, két vagy három hét edzőtábor Tatán, utána egy hét edzőtábor Budapesten, aztán itthon folytatjuk a felkészülést, itthon még lesz három hét, utána júliusban jön egy hosszabb pihenő, egy pár hetes pihenő, rákészülünk az augusztusi edzésdömpingre. Vasárnap fejeződött be Torinóban a kerekesszék és vívó Európa-bajnokság. Te milyen reményekkel utaztál Olaszországba? Reményekkel teli és tapasztalatokkal teli érkeztem vissza. A célom az volt, hogy minél jobban szerepeljek az Európa-bajnokságon, mivel négy versenyszámban indultam, két egyéni, két csapatban, így igencsak erőn felül teljesítettem, én úgy gondolom, és nagyon jól szerepeltem az első B-kategóriás Európa-bajnokságomon. Milyen eredményeket sikerült elérned? Egyéni számaimban, a kard és a párbajtőr egyéni számaimban, kardban 9. helyezést értem el, párbajtőrben pedig 11. helyezést értem el. A csapatok? A csapat is jól teljesített, előrebb lépett a ranglistán, mind a kettő csapat, a kard és a párbajtőr csapatunk is a 6. helyen végzett. Milyen létszámú, milyen erősségű volt a mezőny? Európa legjobbjai, tényleg. Szóval, ha jól tudom, négy ember jöhet minden országból, tehát a négy legjobb, úgymond a krém jelent meg ott az Európa-bajnokságon, ami nagyon erős mezőnyt jelent. Neked a Riói paralimpiára az Európa-bajnoki cím jelentette volna belépőt, így 4 évet várnod kell. Felépítettél-e magadban valamilyen tervet a következő ciklusra? Hú, ott még nem tartok, hogy felépítettem, ugyanis tényleg pár órá érkeztem meg, akkor szerhal repülőm Torinóból jöttem, és ezzel még nem nagyon gondolkoztam. Természetesen az a célom, hogy a következő paralimpiára kijussak, és elkezdünk azon töprengeni, hogy milyen stratégiát építsünk fel, hogy az következő versenyeken minél jobban és minél több pontot szerezzek. A második helyen végzett az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli Farkasinski Gyuláni együttese a döntő második mérkőzésén hazai pályán 81-58-as vereséget szenvedett az MTK Budapesttől. Szorosabbá tudtuk volna tenni ezt a mérkőzést, a kicsikét precízebbek vagyunk, pontosabbak. Nagyon sok volt az eladott labda, nagyon sok olyan helyzet maradt ki, ami azért gondot és problémát okozott. Megint a második félidő sikerült valamilyen szinten egy sokkal jobb formában hoznunk. Még azt mondom, a zóna védekezésünk is helyek közel jól működött. Én örülök, ezt sikerült most kihoznunk. Azt hiszem, hogyha nincs ez a sok sérült, akkor talán még szorosabb mérkőzés játszottunk volna. Például ennyire volt itt az év végére képes a csapat. Én úgy gondolom, ettől függetlenül óriási dicséret illeti őket. Az egész szezont nézzük, kihozta a csapat magából a maximumot. Ez volt a plafon? Szerintem ez volt a plafon ebbe az évbe, tehát azért látni kell a játékos állományunkat, nagyon sok a fiatal. De én azt mondom, ezen a mérkőzésen fölküldtük a fiatalokat, oda tették magukat, hasznosan kosárlabdáztak, tehát azt hiszem, hogy van lehetőségünk arra, hogy jövőre esetleg több játék lehetőséget kapjanak. Többet én azt hiszem ebbe az évben nem lehetett volna ebből a csapatból kihozni. Szerintem mi minden úgy sikerült, a sorsolás, és úgy jöttek a mérkőzések, és a két terület elosztás, és minden maximális kedvezett nekünk. Szerencsénk is volt, amellett a játékosok nagyon-nagyon oda tették magukat. Hát én úgy gondolom, hogy olyan precizitással és olyan maximálisan dolgoztak és küzdöttek, aminek ez lett az eredmény, amiért nagyon büszke vagyok rájuk. Itt a meccs végén lehetett látni, hogy nagyon együtt vannak a szurkolók és a csapat. Igen, tehát azért az a példaértékű számomra, hogy már nem csak a szülők vannak kint, és nem csak az utánpótláskori gyerekeink, de az is tény, hogy egyre több olyan gyerekünk az utánpótlásból, aki eddig nem járt mérkőzésre, mert ugye, hogy hál' Istennek vannak a csapatból példaképeik, akikre büszkék, akire hasonlítani szeretnének, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy dolog. És az, hogy már sikerült olyan célközönséget is megcéloznunk, akik eddig nem nagyon jártak ki mérkőzésekre, és most elkezdtek női kosárlabdára járni, azt hiszem, hogy talán a legnagyobb érték ennek az évnek ez. Vár-e még rátok, hogy valamelyik korosztályos csapatra valami
a szezon hátra lévő részében. Igen, azért még mi nem fogunk unatkozni, tehát a serdülő csapatunk az még ugye most fog elindulni egy serdülő döntőre, utána a kengurúink is mennek föl Budapestre, a Gyömbörűre, és a négyes korcsoportos csapat az ötvös, ők is bejutottak a Diák Olimpia országos döntőre, amit Miskolc rendez, tehát ez már biztos, és még játszik egy hármas korcsoportos csapatunk a döntőbe jutásért, meglátjuk, hogy ott mi alakul, de egy biztos, hogy három csapatunk még mindenféleképpen országos döntőre fog utazni. Bajnoki bronzérmed már volt, most már van ezüstérmed, így gondoltad volna a szezon elején, hogy így zárul ez az év? Őszintén szólva abszolút nem. Úgy készültünk, hogy érmes meccset fogunk játszani, tehát ez volt a célunk szeptember elején. Miután bekerültünk a négybe, ez már csak volt a torta, hogy mi játszhattuk a döntőt, úgyhogy nagyon örülünk neki. Neked személy szerint milyen volt ez a szezon, hogy érzed, mennyit fejlődtél? Abszolút pozitív, nagyon sokat fejlődtünk csapatszinten is, azt hiszem egyénileg is, emberek is nagyon sokat fejlődtek, és szerintem ez nagyon kijött a pályán, és nagyon is látszódott. Az elmúlt 2-3 évben vele kapcsolatban minden bajnokság végén felmerült, hogy maradsz a Nyíregyházán, vagy más sütt folytatod. Most mi a helyzet? Jelenleg maradni fogok iskolai tanulmányaim miatt, még legalább egy évet. Aztán a következő szezont valószínűleg már profikumnál szeretném folytatni, és ez lesz a terv. A mérkőzés után látható volt, hogy gyakorlatilag ugyanúgy örültetek az ezüstérmednek, mint a bajnok és feljutó MTK az aranynak. Ez azt jelenti, hogy kihoztátok a maximumot ebből az évből? Én azt gondolom, hogy még túl is teljesítettük a maximumot. Ha valaki ezt mondja nekünk az év elején, hát nem tudom, csúnyán kifejezve, lehet, hogy szembe röhögöm. Igazából célunk a négybe kerülés volt, nagyon örültünk, hogy azt a Tatabányát simán tudtuk venni itthon is, illetve idegenben is. Utána a TFL-en úgy gondolom két bravúrral tudtuk kiharcolni a döntőbejutást. Fent a Pest mérkőzés az nem úgy alakult, ahogy terveztük. Azt gondolom, hogy ez egy reális különbség a két csapat közt. Az MTK az első osztályba készül, neki van a játékos állománya is. Nekünk pedig volt már jobb játékos állományunk, maradjunk annyiban, és a mostani csapatok között is vannak olyan csapatok, akik jobban állnak. Személy szerint neked milyen volt ez a 2015-16-os szezon? Hú, nehéz. Személy szerint, ha a saját játékomat tekintem, nem gondolom, hogy ez lett volna a legjobb éve. Mégis ugye ebbe az éve sikerült ezt kihoznunk. De ez természetesen nem csak ez az év, hanem a korábbi évek, és azok a korábbi játékosok, akik már most nincsenek itt, ők ugyanúgy hozzátették azt, hogy ezt most el tudjuk érni, aminek nagyon örülünk. Ugye amatőr nemzeti bajnokságról van szó, ti amatőrök vagytok az MTK-ról, ez ugyanígy nem mondható, hogy első, hogy te, ha jól tudom, az idén elkezdtél tanítani, dolgozni. Mit lehet tudni a kosárpályán a jövődről? Ez egy nagyon jó kérdés, de azt gondolom, hogy jövőre még megpróbálják a fiatalokat beépíteni. Hát jövőre nem tudom, még nem beszéltünk erről, hogy ki fog maradni, ki nem. Tehát amíg nem zárul le a bajnokság, azt gondolom, erről nem is írva most beszélni, mert addig mindenkinek arra kell koncentrálnia. Most, hogy lezárult, nyilván előkerül az, hogy ki marad, ki nem. Én személy szerint azt tudom mondani, hogy maradok jövőre, és megpróbálják a fiatalokat majd beépíteni, hogy utána ők még jobb eredményt érhessenek majd el. Megígértettem egyébként velük, hogy ők is el fogják érni ezt az ezüstérmet, és akkor én fogok oda jönni a kispadra, hogy akkor köszönöm, hogy most megdolgoztatok érte. 70 millió forintos beruházás eredményeként 60x40 méteres műfüves futballpályát adtak át Kemecsén. Az elmúlt 3 évben 16 hasonló létesítmény épült a megyében. Az MLS pályaépítési programján keresztül sikerült ezt megvalósítanunk. Sikerre pályáztunk. Ez még 2013-ban kezdődött ez a pályázat, és hát 2015-ben sikerült a létesítményt befejeznünk, de itt nem álltunk meg, hanem magának a területnek a környezetét is rendeznünk kellett, és az önkormányzat saját erőből azóta forrásokat biztosított, és most fejeztük be, az utolsó mozdulatok még hátra vannak, és most sikerült ezt a pályát ilyen állapotban, ahogy most látható, megvalósítanunk, és ennek tiszteletére ünnepi megemlékezésként szerveztünk egy kis labdarúgó tornát, aminek tiszteletére birtokba is tudjuk adni a helyi, és nem csak helyi, hanem a környező települések a térség számára is, hogy használják, és egészséggel tudjanak itt focizni, mind a sportolók, és természetesen a szabadidő eltöltésében is gondolkodók részére is nyitott ez a lehetőség. Mekkora volt a beruházás összeg, és mekkora önerőt kellett biztosítani az önkormányzatnak? A beruházás összege valamivel több volt, mint 70 millió forint. Ehhez 17 millió forint önerőt kellett biztosítani az önkormányzatnak, hogy megvalósulhasson ez a pálya, csak mivel nekünk itt a környezetet is rendeznünk kellett, ez azt jelenti, hogy még további 7 millió forintot kellett az önkormányzatnak ráfordítania arra, hogy ez a környezet ilyen szépen nézzen ki, hiszen a pályát meg kell közelíteni, az öltözőhöz és egyéb jellegű dolgok voltak, úgyhogy hála Istennek ezt meg tudtuk oldani, ez is egy nagyon nagy dolog, ilyen jellegű anyagi források közepette, hogy erre lehetőséget és forrást tudott biztosítani.
a helyi képviselőtestület. A kemecsei futball élt meg nagyon szép fényes napokat, a jelen nem annyira fényes. Milyen lehet a jövő? A kemecsei futballal kapcsolatosan ugyebár a foci és a politika az azt fogalmazhatjuk meg magunk számára és mindannyiunk számára, hogy ehhez mindenki ért. Én a labdarúgás ügyes-bajos operatív hétköznapi dolgaiba nem nagyon veszek részt, nem is szólok bele. Így természetesen a cél az, hogy most már nem tudunk bennmaradni valószínűsíthetően a megyei első osztályba, de szeretnénk mindenképpen visszakapaszkodni a jövőben. Ez a kitűzött cél mindannyiunk részére. És a még fontosabb kitűzött cél az utánpótlás nevelése, gondozása. Ez egy szerintem még fontosabb cél, hogy milyen osztályban szerepel a kemecsei labdarúgás. És természetesen a labdarúgás szeretetének a megtanítása és a fiataloknak a gondozása lenne a kitűzött célunk a jövőben. Egy 60-40 méteres műsüves pálya épült itt Kemecsén az MLS pályaépítési programja keretében. Mit kell tudni erről a programról és a megyei vonatkozásáról? 2012-ben indult el a TAU források jóvoltából az MLS-nek a pályaépítési programja, és ide olyan települések, önkormányzatok, illetve sportegyesületek pályázhatnak, akik műsüves pályát szeretnének létesíteni a sportlétesítményükön, a sporttelepükön. Ehhez viszont 30%-on erőt kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a négy különböző méretű pálya van, a 14x26, a 20x40, a 40x60-as, illetve a 70x111 méterű pályák, és ennek megfelelően ugye van minden pályának egy bruttó összege, és ennek a bruttó összegnek a 30%-át kell a pályázaton résztvevő egyesületnek, illetve az önkormányzatnak biztosítani, a másik 70%-ot pedig a TAU jóvoltából a Magyar Labdarúgó Szövetség mellé teszi. Amire különösen büszkék lehetünk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében eddig az elmúlt 3,5 év alatt 16 ilyen műfős pálya épült, mind a négyféle méretben. A két legnagyobb pálya ugye Kisvárdán, illetve Nyíregyházán az Örökösföldi Sportcentrumban létesült, és hát nagyon reméljük, hogy lesz majd még több nagyméretű műfős pálya, illetve akár ilyen 40x60-as pálya is, hiszen ez a pálya mérete az, amely egészen az U14-es korosztályig teljesen megfelel a korosztályos edzéseknek, illetve hát különböző kisjátékoknál, és hogyha kevesebben vannak a magasabb korosztályú csapatok, vagy akár a felnőtt csapat, akkor nekik is tökéletesen megfelelő. A 10. pályaépítési program egyébként most zárult, és ott 3 megyei pályázatunk van benn. Bízunk benne, hogy mind a 3 elbírálásban részesül, és akkor 3 újabb pálya létesül majd Szabolcs megyében. Mi a tapasztalat, mennyire dobja meg egy-egy település futball életét egy ilyen pálya, hiszen itt is látható, hogy ugye világítás van, tehát a téli időszakban, ősz időszakban, vagy akár nyáron is, amikor napközben meleg van, késő este lehet játszani. Nagyon jól mondod, ugye a világítás egy óriási nagy előny, hiszen egyrészt ugye este is lehet edzeni, másrészt pedig akár a környező településeken élő sportegyesületeknek, utánpótlás csapatoknak is bérbe lehet adni, össze lehet fogni, és így nem a sárban, a hóban, esetleg egy 10x15 méteres kis tornacsarnokba, tornateremben szorulnak be a kisebb település utánpótlás csapatai, hanem a környező nagyobb településnél egy ilyen műfős pályán, akár este 8-9-kor is tudnak edzeni, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy óriási mind a 16 pályán a forgalom, szinte reggeltől estig rúgják a kisebb-nagyobb gyerekek és a felnőtt játékosok is a labdát. Melyik az a 3 település, ahol ezek szerint izgatottan várják, hogy pozitív elbírálásban részesüljön a pályázat? Csenger, Biri és Kótaj, és az a 3 település azért olyan, hogy halmozottan hátrányos helyzetben is van, úgyhogy mind a 3 településen, mind a 3 környéken elkél egy ilyen műfős pálya. Sallai Sándor a parlamenti válogatott tagjaként vesz részt ezen a kemecsei pályavaton. Az ilyen fellépéseken kívül milyen kapcsolatod van a futballal? Ugye tegnap egy örömteli hír volt, hogy sokan láthatták, hogy az unokaöcsém is ugye pályára lépett a magyar válogatottal, és hát nyilvánvaló ez a fajta kapcsolatom, hogy az unokaöcsém megkövetem a pályafutását, ez megvan. Egyébként, mint edzőként nem dolgozom, csak szórakozás szinten játszom, és nézem a meccseket. Hiányzik egyébként ez a közeg napi szinten? Aki ebben nőtt fel, annak egyértelműen hiányzik, és hát azt nem mondom, hogy ezek a fajta összejövetelek pótolják, de azért igyekszem mindig részt venni rajta. Te tagja voltál annak a magyar válogatottnak, amelyik legutóbb világversenyen szerepelt. Ugye még 1986-ban, pár hét múlva ez a megállapítás már nem lesz igaz, hiszen az ebére készül a magyar válogatott. Milyen ebét válsz és milyen magyar válogatottat válsz majd Franciaországban? Mindenféleképpen ugye egy olyan válogatott van kialakulóba, ahol nagyon lelkes és egységes csapatot látunk, hogy ez mire lesz elegendő kint, hogy Európa legjobbjával szemben, az kérdéses, de én szerintem nagyon biztató a jövőre nézve. Az is biztató, nyilván ez ugye a család számára is jó, hogy azért mer fiatalokhoz nyúlni az edzőjön. Azt hiszem eléggé ugye homogén azért a mezőny, mert a 40 éves Király Gábort a rutinosoktól kezdve a fiatalok, szerintem egy egészséges keveredés van a csapaton belül, és hát úgy látszik formálódni, hogy egyáltalán miről szólna ez a labdarúgás, egyrészt a hozzáállásban, a mentalitásban, az edzés munkákban, és hát egy olyan profi szellem kezd kialakulni, ami a fiataloknak szerintem egy ilyen iránymutató lehet, hogy jövőre nézve.
Hogy látod egyébként, mennyire vevők a mai fiatalok a futballra, hiszen amikor te kezdted, akkor nagyon népszerű volt a sportág, és nem volt millió olyan dolog, ami most van, és elvonja a gyerekeket a futballtól és a sporttól. Igen, ez nagyon nehéz kérdés, mert azt mondjuk, hogy tényleg rengeteg dolog van, ami sokkal egyszerűbb és könnyebb, mint a labdarúgás, hogyha valaki professzionális szinten űzi. De a labdarúgás az Magyarországon mindig is népszerű volt, meg a világon is a legnépszerűbb sportág. Szerintem azzal nincs baj, hogy a gyerekeket nem lehet megszerettetni erre a sportágra. És hát, hogyha ilyen pályák és ilyen lehetőségek lesznek tényleg a legkisebb helyeken is, ahol a gyerekek tudnak játszani, és örömmel mennek, és nem a földes pályára, ahol még mi kezdtünk, akkor szerintem van a lehetőség, hogy egy nagyon széles bázisból merítsünk, és akkor meg kell teremteni a gyerekeknek azt a felfelő vezető utat és célt, ami alapján, hogyha ők végigjárják ezt, akkor igenis a tehetségek oda kerülhetnek. Vereséget szenvedett az amerikai futballbajnokság alapszakaszának utolsó meccsén a Nyíregyháza Tigers. A Tigrisek hazai környezetben a Budapest Cowboys-től kaptak ki 45-7-re. Ekkora különbség a két csapat tudásában nincs. Egész egyszerűen 5-szor adtuk el a labdát, 7-5 az 35, tehát igazából ennyi pontot adtunk oda nekik, koncentráltabban kell játszanunk. Semmi probléma nincs, ott vagyunk a rájátszásban, a jövő héten már nem szabad hibáznunk, ennyi történt. Kánikula szerepet játszhatott ebben a játékban, amit játszottatok, de nem így defenzívnek mondani, inkább indiszponáltnak. Én azt gondolom, hogy nem a meleg számjára írnám ezt. Máskor is játszottunk már nagyon szélsőséges körülmények között. Egész egyszerűen ekkora tudású csapatok ellen, mint ami a Cowboys-re is igaz, nem szabad 5 hibát adni nekik. Ennyire egyszerű a dolog, bár nem nehezíti meg a hőség a játékosok dolgát, de én azt gondolom, hogy legfőképpen a koncentráltságot kell helyre tennünk. Mit lehet tudni a folytatásról? Valószínűleg ugyanúgy a Budapest Cowboys-szel fogunk játszani június 4-én vagy 5-én, ez még attól függ, hogy milyen napra írják ki, és aki ott nyer, az megy a döntőbe. Van esélye a Tigersnek ezt a csapatot megverni? Természetesen a fél csapatom hiányzott, tehát igazából a védelemből is hiányoztak 5-en, és ehhez képest a védelem nagyon-nagyon jól állt a salat. Támadóknál fejben van itt nagyobb probléma, tehát hogyha mentálisan rendbe tudjuk tenni a dolgokat, akkor én azt gondolom, hogy ez a csapat bárkit képes megverni. Két fordulóval a zárás előtt megszerezte a bajnoki címet a Nyíregyháza Spartacus. Mátyus János együttese a 32. fordulóban Rezes 3 góljával 3-0-ra verte a Rákosmente KSK-t, és ezzel behozhatatlan előre tett szert a tabellán. Nagyszerűen kezdtük a mérkőzést, az első fél időben eldöntöttük a találkozót, 3-0-ra vezettünk. A második fél idő az picit langyosabb volt, de összességében teljesen megérdemelten nyertünk. Ha a bajnokságra tekintek vissza, ilyenkor nekem egy dolog marad vezetőedzőként, megköszönni mindenkinek a hozzáállást, a segítséget, Révész Bálintnak, Brek Jánosnak, a stábomnak, a játékosoknak, nektek, mindenkinek, szurkolóknak mindenek előtt, hiszen olyan példátlan összefogás volt mögöttünk, hogy a végeredmény csak ez lehetett. Két forduló van még, hát azért gondolom nem szeretnétek az utolsó két meccs pöttyöt jelenteni az eddigi teljesítményen. Semmiképpen, annál is inkább én azt ígértem, hogy utolsó 5 meccset meg fogjuk nyerni. Nyilván most már azért kisebb ezt a mérkőzés tétje. A Barcikán találkozónak, hiszen gyakorlatilag mi már bajnokságot nyertünk, de ettől függetlenül a Spalim ez rajtunk lesz, ennek ez méltóan kell szerepelnünk. A meccset le kell hoznunk, aztán lesz még egy meccsünk itt, ahol nem lehet kérdés az, hogy ki fog nyerni. Az a búcsú meccs, de még arról majd talán a jövőt nem beszélgetünk. Ilyenkor már minden csapatnál elkezdik építeni a jövőt, a Spalival kapcsolatban mit az, amit biztosan lehet tudni? Ugye MB2-es lesz. Ugye MB2-es lesz, hogy a jövőről nyilatkozzak, azt még talán korai lenne, rengeteg játékost nézegetünk, lesz játékos mozgás, de egy picit még sajnos erre a válaszra tőlem még várni kell. Egy játékos életében minden bizonyos különleges élmény, ha az ő mester hármasával biztosítja be a csapat a bajnoki címet, hogyan élted meg az elmúlt meccset? Örültem neki, hogy végre sikerült gólokat lőnöm, ugyanis már fordulók óta nem sikerült betalálnom a kapuba. Hál' Istennek most sikerült 3-szor is, és ezzel sikerült nyernünk. Az egész bajnokságot, ha visszatekintünk rá, van még ugyan két forduló, de a célt már elértétek, hogyan értékeled? Így van, hát a célt elértük, ugyanis feljutottunk az MB2-be bajnokként. Elég nehéz éven vagyunk túl, voltak nehezebb mérkőzéseink, de hál' Istennek sikerre vettük ezt az akadályt, ezt az egy évet az MB3-ba.
meg lesz-e még a hátralévő két meccsre kellő motiváció a játékosokban? Persze, mindenképpen meg kell legyen a motiváció, és én úgy érzem, hogy nyerni is fogunk mind a két mérkőzésen. A jövőről, a te jövődről mit lehet tudni? Hát nekem van még szerződésem Nyíregyházán, szeretnék is itt maradni a csapatnál. Nagyon szeretem a környezetet, a stábot, a tulajdonosulat, a szurkolókat, és jól érzem magam itt. Az országos főtáblán zárta a bajnokságot az NSC Kosár Akadémia fiús erdülő csapata. A Vajda Tamás együttese nem jutott be a hétvégi debreceni országos 8-as döntőbe, de a csapat játékost adott a válogatott keretbe. Ez a serdülő csapatunk ugye a sportcentrum kereteivel indult el, mint kosárlabda akadémia, és azzal a céllal, hogy az alapszakaszt egy igen előkelő helyen próbáljuk meg befejezni. Ez sikerült is, ugyanis a csapat túl teljesítette, amit vártak tőle, ugyanis följutottunk az országos főtáblára. Itt a régióban milyen ellenfelekkel, milyen erőségű ellenfelekkel kellett felvenni a harcot? Már itt a régión belül is olyan kosárlabda akadémiákkal kellett fölvenni a harcot, akik már nem csak egy iskolából válogatnak, hanem városból, megyéből vagy akár országos szinten is. Még mondhatnánk, hogy a mi kis csapatunk ugye csak az apácai gyakorlóból 3 osztályra épül, és fölvettük velük a harcot. A főtáblán milyen minőségű ellenfelekkel kellett játszódok, és hogy szerepeltetek? A főtáblán már ott igazán kemény ellenfelekkel, ki kell emelni ugye a MAFSZ kosárlabda akadémia, a Pécs kosárlabda akadémia, tehát ők igazán már nemzetközi rutinnal is rendelkeznek. Tőlük nagyobb arányú vereségek voltak, de vállalható mindegyik. A szerkezetét tekintve említetted, hogy mindössze 3 osztályra épül ez a csapat. Milyen a Nyíregyházi együttes a többiekhez képest? Itt Nyíregyházán 2 kosárlabda csapat van most serdülő szinten. Ugyanolyan eredménnyel végzett mind a kettő, a másik egyesület is, a miénk is, a sportcentrum is. A miénk összetételét tekintve serdülő korú a fele csapat, a másik fele még fiatalabb, mint ez a korosztály. Hát igen, szépen helytáltak. Ezek közül a srácok közül kik voltak azok, akik húzó emberek voltak a csapatban? Nagyon sok gyerek rengeteget fejlődött. Akár megemlíthetném itt a Pálkányi Peti, vagy a Balogh Bálint nevét, vagy a Horváth Petét. Kettő viszont olyan szinti fejlődés mutatott, hogy őket már a válogatott keretbe is meghívták, a Hensperger Istvánt és a Bodnár Balást. Hosszú évek, sőt most már lehet azt mondani, hogy évtizedek óta foglalkozol az utánpótlás kosárlabdával. Mennyit változott az elmúlt években itt a 14-15 évesek, 13-14-15 évesek játéka? Gondolok itt a gyorsaságra, a fizikumra, a taktikára, a technikára. 16 éve foglalkozom fiúkkal, előtte 5 évig lányokkal is foglalkoztam, tehát több mint 20 éve vagyok benne a kosárlabdával. Rengeteget fejlődött, erőnléti szinten is. És azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a szintet, hogy tehát egy iskolából, amit az említettem, és ismétlem magam, hogy szinte 3 osztályból tevődik össze ez a serdülő csapat, ezt csak a gyerekeknek és maguknak a szülőknek az áldozatos munkájának köszönhető, hogy ezt a szintet még mindig tartani tudjuk. Milyen jövőképük lehet ezeknek a gyerekeknek a kosárlabdapályán, mondjuk ez akkor, ami már vízválasztó, vannak, akik a tanulást választják, vannak a tehetségesebbek, akik azért maradnak a kosárlabdapályán. Igen, sokat beszélgettünk a szülőkkel, hogy vajon mi lesz most, mert most egy nagyobb vízválasztó, hogy most már a kadettkorba fognak kerülni. 2-3-4 gyereket már kiemelnek a kadetthez, hogy a többiek milyen szinten A, B vagy C csapatban fognak tovább működni, ezt még most évvégén fogjuk majd a szakági értekezleten megbeszélni. Meddig maradtok edzésben, és mi lesz a nyári program? Nyári programunk mindig úgy alakul, június végéig edzésben vagyunk. Június végét mindig egy egyhetes edzőtáborral zárjuk le, ahova mindig lehet említenem egy válogatott és volt nyíregyházi kosárlabdás, mondhatom barátom, Mohácsi Máté, aki most az Alaegerszegben játszik, segítségével, valamint helyi testnevelő és kosárlabdázó kollégák segítségével tartjuk meg ezt a tábort. 27 pontos átlaga te voltál a csapat legeredményesebb játékosa az elmúlt szezonban. Hogy érzed belül a pályán, hogy látod, hogy ment a játék a csapatnak és neked? Úgy gondolom, hogy sikeres évet zárhattam, szerencsére jól ment a játék a pályán. Végül a csapatban is kihoztuk a maximumot. Hát természetesen jobban örültem volna én is, ha most egy országos döntőre készülünk a hétvégén, de ugye részt vettünk a kiemelt bajnokságban, és ezzel gondolom, hogy kihoztuk a maximumot tényleg a csapatból, és nekem is jól ment a játék. Mekkora nyomás jelent az, hogy jelent egyáltalán, hogy azért a többiek, főleg tőled és Hersberger Pistitől várják a pontokat? Nyilván van rajtunk minden meccs előtt egy kis nyomás, hiszen tényleg nekünk kell hozni a pontokat.
de hát erre ugye felkészültünk az idény elején is, meg ugye tulajdonképpen ez így volt már. Hát ugye az ellenfélnek is egy kicsit így talán egyszerű dolga szokott lenni, de így is nyertünk 4 mérkőzést, és az elégedetet látunk. Ott voltál a válogatott keretben is. Milyen volt azokkal a srácokkal együtt játszani, készülni, akik a legjobbak az országban? Rendkívül jó érzés volt. Boldog láttam, hogy ott láttam a soproni edzőtáborban. Tényleg remélem, még nem tudom, mit hoz a nyár a felkészülést illetően, de remélem sikerül, hogy beválogatnak a keretbe. Távlati tervéd ebben a sportágban? Hát szeretnék nyilván majd felnőtt szinten is kosárlabdázni, de elég komolyan veszem. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra.